Brumma 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 brum 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 brumma 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 brum brum brum. Az engem méretetlen büszkeséggel tölt el, hogy ez megvalósulhatott. És valóban ez nem 2011 márciusában kezdődött, ez először, ha jól emlékszem, 2007-ben vetődött fel, hogy gondoljunk egy nagyot, és csináljuk magunknak egy nagyobb házat. Mert az már látszott, hogy a gyerekzsiva egyre hangosabb kezdett lenni, és hogy egy idő után kevés lesz nekünk az a tér, amit mi erre magunkénak tudhatunk. És mint ahogy ez lenni szokott ilyen körökben, rengeteg vita és közös párbeszéd előzte ezt meg. Nyilvánvalóan ugye három zsinagógát építettünk volna, az egyik fele egyikbe járt volna, a másik fele a másik felébe, és mindig lett volna olyan, aki egyikbe se tette volna be a lábát. De mégis azt gondoltuk, hogy az, hogyha növekszünk, azzal mi is növekszünk, és beengedjük magunkhoz azokat is, akik még eddig nem jártak közénk. És ebben mindegyik megelőző elnök partner volt, és a Ladányi Gyuri ugyanúgy, mint a Stern Péter. És vitték tovább ezt az ügyet, egészen addig, amíg volt olyan elnök úr, aki ezt meg is tudta valósítani, úgyhogy ezt külön köszönjük. 2004 savvótján jöttem ide a zsinagógába. A András... volt itt akkor, igen. András volt itt akkor, és a Gitta persze. Most nincs itt a Lackon, és a két pali, itt láttak, hogy valahol bebújt a szélső balban, nem értem, hogy elmúlik ott. Tehát a ketten volt, a három volt a társaság, hogy minden fordalomban van valami olyas, hogy megy előre, aztán hősi halálok vannak a migrántában, vagy fordalmáról. Hát bizony abban, hogy ez a térrendszer, ez a szintrendszer, ami sok embernél kivett a vízistők volt. A Ulyaszi WC-től kezdve, a világos képzés, még a fiú WC, még a Ulyaszin WC. Tehát ilyen furcsa kérdések vannak, meg rengeteg a kérdés van, ami fölmerül, de azt gondolom, hogy adott térben, adott helyen, nem nullára építkezett, nem bulldozásztuk egész házat, hanem adott helyen kell dolgozni, a lehető legtöbbet, legnagyobb lelkesedéssel kihozták az emberek, így ezzel foglalkoznak. Valamilyen módon próbáltunk összevonni az egész rendszert a 1930-as évek, a 2009-es, 2008-as évekig, és nagyon figyeltünk arra, bárki bármit is mond, hogy a halakának a legjobban megfeleljünk. Hát igen, ennyien vagyunk. Ennyien vagyunk, hál' Istennek, de a sok ember mindig egy dolgot mond, sok konfliktus. Sok ember sok konfliktus van, és ez a közösség, amely ideológiából kapcsoljuk egymáshoz. Tehát nem ez van az árva 100 mérnök, vagy 100 orvos, vagy 100 mit tudom mi, hanem 100 rabbi, pontosan. Hát össze van egy orvos, egy mérnök, egy rabbi, meg egy szakmunkás, mindenki. Egy közös pont van, hogy zsidóként akarnak élni, de ezerféle múltból jönnek, ezerféle jövőképük van, ezer szakmák vannak, természetesen konfliktusok vannak. Amit kezelni kell, bölcsességgel, ez részben az én dolgom, de én ebből a, mint Mózes, szerényen, átadta, szimbolikusan mondom, mint Mózes átadta Józsuénak a hatalmat, akkor azt mondta a Talmud, olyan, úgy adta át a hatalmat Józsuénak, mi életében, olyan két gyertya lánya, van egy gyertyalány, és ha egy másik gyertyalányhoz eljutunk róla, akkor mind a két gyertyalány egyforma fog maradni. Nem, ez a gyertyán nem csökken, ez ugyanakkor lehet emberi. De a Sin és a itt lévő Sádály isteni felirat az nagyjából egy vonalba kerüljön. Így kell berakni. És akkor itt betekerjük ezt a viszonylag nedvességvédő csavart. Mert hogyha bejön a nedvesség ebbe, akkor a betűk elmennek róla, és akkor nem kóstol meg ezzel. Éppen ezzel a szokás, hogy be is csomagolják általában egy nejlomba is. Tehát ilyen dupla védelem, és mindig odarakjuk be arra az oldalra, 45 fokba, ahol belépünk a terembe.
Hát mindig a kevésbé lényegesből, a lényegesből lépünk be. Erre az oldalra egyharmad, kétharmad távolságban leválasztva, kb. Ilyen magasan. Azért van derékszögben, azért nincs derékszög, azért 40 fokos szögben, mert a bölcsekben vita van, hogy így kell rakni, és az ilyen gordizó csomagolással derékszögben rakják föl. 40 fokon rakják föl. Áldás mondunk rá, hogy tóra egy parancsolat, ezért van egy komplett áldás rá. Tehát Baruch. Asher, Kicsánu, Bemicvotá, Lucivánu, Ligboa, Mezuzá. Igen. Na. Igen, első. Igen. Right. What?